Korábbi időszakban, talán 3 hónappal ezelőtt, vagy van 4 is, elindítottunk itt a környezetedben, mint te szerveztél meg, egy ankeri hagyatékra alapozó fórumot. Többen jelezték felé, még Angliából is, hogy nagyon örülnének, hogyha ennek a fórumnak folytatása lenne, mert úgy értékelik, hogy ezt tudnák későbbiek folyamán galambászatok területén hasznosítani. Kérdezem, mi a véleményed, lesz a fórumnak folytatása? Igaz, hogy én visszaírtam Angliába is, utólagos elnézésedet kérem, meg engedélyedet is, hogy a Zoltán nevében nyilatkozom, hogy lesz a fórumnak folytatása. Hát, Feri bátyám, én egy olyan típus ember vagyok, hogy győzni vagy meghalni. Én nem adom föl, annak ellenére, hogy nagyon sokszor falba ütközöm, és ez a fórum, amit itt szerveztünk november 18-án, hát ez nem úgy sikerült, ahogy én ezt megálmodtam, de valami megmozdult. Amikor kint járt nálam Bárdos István, én akkor kértem, idestóval több mint 20 éve azon fáradozok, hogy ennek a fórumnak adjunk létjogosultságot, mert erre szükség van, véleményem szerint. És ígéretet kaptam a Bárdos Istvántól, hogy ennek a fórumnak lesz folytatása. Miközben bent jártam a szövetségbe, Takács Laci sportbarátom belépett az ajtón, megöleltük egymást, megpuszítottuk egymást, mert idestóval 25-30 éve, amikor találkozunk az országos, mindig szeretete üdvözlők egymást. Ugye és ő a Szeged környéki kalambászról beszélsz most. Így van. Aki, mikor volt az olimpia, aténi olimpia? 10 éve. Körülbelül ő nyert az olimpiai első díjat. Tehát az ő galambja volt az első azon az olimpiai versenyen. Takács Lacikám, üdvözöllek innen is. És akkor ígéretet kaptam, hogy február 16-án, 26-án. Bocsánat, 26-án, igen, ott Szegeden székházba, amit ők szerveznek, oda le fogunk menni, és ott ennek az anker hagyatéknak, és az anker, hogy is mondjam, emlékét megőrző fórumnak, vagy a galambiai, hogy lehet ezt megfogalmazni normálisan, már nem tudom, mert sokan leszúrtak, hogy miért ankerozok ennyire, azt is elmondom, hogy miért ankerozok. De a lényeg az, hogy le fogunk oda menni, és tartunk egy kis beszámolót. Tehát gyakorlatilag, amire kaptál meghívót, 2017. február 26-án, ennek a lényege a meghívásnak és az összejövetelnek a fő témája, a fő mondani valója az ankeri hagyaték lesz. Megőrzése, és a magyar postagalambászoknak a becsület megőrzésére fogok én törekedni, hogy ne érezzük magunkat alárendelt szerepben, semmiféle külföldi galambásszal szemben. És kik lesznek ott azon? Hát reményeim szerint azért többen eljönnek, még Szerbiából is jelezték, hogy jönnek, talán még Romániából is. Tehát akkor mondhatjuk, hogy egy nemzetközi galambász találkozó is lehet. És én úgy szeretném, mert a Laci fölhívott, hogy ha az Oli bátyámat tudod azt, meg tudod oldani, akkor hozzá le galambot, hogy bemutassam, hogy mikor anker hagyatékról beszélök, hogy mik azok az anker hagyatékok. És én ígéretet tettem, hogy fogok levinni galambokat, amiket én tenyésztek idestől van 40 éve, hogy mit jelent az a szó, vagy az a gondolat, vagy az elmélet, hogy anker hagyaték. Mert én nem csak a neveket tenyésztem. Tehát nem az anker név maga az, ami a nimbus, hanem maga a teljesítménnyel együtt, a kettő. Tehát amikor hozzám kerültek ezek a, én úgy neveztem, hogy uraságtól levetett lomok, mert ezek az anker hagyatékok, amik már hozzám kerültek ilyen 10 éves korukba, ezek szinte mind ki voltak már facsarva, de én láttam bennük a fantáziát. És ezekből a galambokból építettem föl a többszörös bajnok állományomat. A mai napig ezek a galambok alkotják az én állományom gerincét. És ezekből lesz bemutató, aztán majd ott galambászunk egy kicsikét.
és köszönöm szépen az interjút, és van még valami olyan dolog, amit nem kérdeztem, és szeretnél elmondani. Rövidre zárva, mert ugye voltunk Galamb Mustrán is, elég sok idő elment ott is, tehát lemerülőben van a... Feri bátyám, annyi mindent tudnék mondani, hogy reggelig tudnék mesélni, csak ilyenkor nehezen találom a szavakat, tudnék, eltett több mint két hónap, és én kiestem a ritmusból. Tehát a fórumot eltett két hónap, meg az országot. Én szeretem, hogyha gördülékenyebben mennek a dolgok, de majd hát mit szeretnék mondani? Hát minden kedves sportbarátomnak elsősorban jó egészséget kívánok. Akik nagyon fölültek a magas lóra, azok szálljanak egy picit le, és fogadják el azt, hogy mi magyar galambászok vagyunk olyan értékesek, mint bármelyik nyugati postagalambász. Tudnék, ezen a bemutató, meg ez az ajándékozási országos kiállításon, oda jött egy holland úriember, aki több ezer galamb. Na, ezt én szerettem volna felvetni tudnilik, hogy tudomásom van arról, hogy oda ment egy holland galambász egy tolmáccsal, aki kiszúrt egy galambot, amit bemutatóra vittél, és meglehetősen mélyre szeretett volna nyúlni a zsebébe, a pénztárcájába, hogy megvásároljon tőled egy bizonyos madarat, amire te azt mondtad, olyan információim vannak, hogy nincs az a pénz, amiért te azért a madár meg tudnál válni attól a madártól. Hát, mondjál néhány mondatot ezt. Hát, tavaly volt az országos kiállítás, ott volt 8 ketreszem, visszamegyünk egy évvel a múltba, és ott bemutattam galambokat. A holland úriember a sarokban volt neki egy standja, és ott árult a galambokat. Átjött én hozzám, és megnézhetem a galambjaidat. Kivett 2-3 galambomat, és egy kicsit úgy láttam rajta, hogy elmélázott. Kétszer visszajött a standja, és akkor felajánlotta nekem, hogy cseréljünk galambot. És én tavaly azt mondtam neki, hogy nekem nem kell, mert nekem nem kell galamb. Nekem ez jó, ami van. Aztán megint odajött, és hozott egy 3 éves kis tojót, az ő törzs állományából, és akkor hát most nem sérthetem meg, rámutattam a 2 banános dobozra, mert én banános dobozba vittem a galambokat, hogy abból választhatsz, mert abban fiatal galambok vannak. De ő a másik dobozban nyúlt bele, és abban meg a tenyésztojók voltak, mert azok lettek volna majd bemutatva. És kivett egy sötét csapos tenyésztojót, 4 éves tojót, és beleszerelmesedett. Azt mondja, ez lehet? Hát mondom, hát persze, hogy lehet. És akkor ez a tenyésztojó már egy éve ott Hollandiában, hogy tenyészt, nem tudom. Na, ez az úriember most is odajött, végignézte a galambokat. Hát úgy látom, hogy nagyon tetszenek neki a galambok, és ezt a kis tojót, amit kivettük, megnézte a kis galambot, és ez nagyon tetszett. A Sejli Gabiék ott ültek a Gabiék cégbe, és meg a Süveges, többen ültek, és hogy adjam el nekem, gyerekek, hát nem erről szól a történet. Hát nálam nem minden a pénz. És abba állapotom, meg a holland úriember, ő meghívott engem ő hozzá Hollandiába, és én mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok kimenni, mert nekem tavaly volt egy nagy álmom, ami meghiúsult, az unokómat már említettem neked, és én akkor ezt a galambmustrát ezt befejeztem, de viszont nagy szeretettel meghívlak, és gyere el hozzám, és akkor el fog jönni ide hozzám, és galambászunk egy jó nagyot. Tehát ez a... És miért nem jött létre az üzlet? Mert valahogy sokalottam az összeget, 1000 eurót ígért a galambér, sokalottam, meg mondom, nem, akkor adok még mellé 5-öt, és akkor még a többi lesz itt, akkor bolond vagy, azt mondja, ne értékeld le saját magadat. Hát mondom, én nem szeretem az ilyen. Tehát gyakorlatilag 1000 euróért nem adtad oda, aki választott galambot. Igen. Mondtam neki, a fiatalok közül választott egyet ajándékba. Mert most én úgy készültem, hogy bemutatom az Anker hagyatékot, és a fiatalokat szerettem volna, hogy ha mind a 20-at elvitték volna, vagy még ha 30-at, akkor 30-at elvitték volna. Tehát ez így sikerült, ez ilyen volt, de nagyon jól éreztem magam, és még egyszer kihangsúlyozom, Tóth Pista barátom, üdvözöllek. Hát nagyon-nagyon aranyosak voltak. És másképp nem tudom megfogalmazni, nagyon aranyosak voltak. 2017-es évben készülsz a versenyekre? 2017-ben. Hát mindig a főnökhöz szólok, sajnos azért emlegetem tőle, szóval annyian elmentek mellőle. És én is ott vagyok már a célkeresztbe, a koromnál fogva, de a Nagy Pál Lacinál 20 darab galambot jeleztem. Tehát a Derby klubban. A Derby klubban 20 darab galambbal
fogok versenyezni, és remélem, hogy egy-két, talán három jó kis galamb meg fog jelenni ebből a 30-40-es kis egyéves bandából, és akkor tulajdonképpen az értelme ennek az egésznek az, hogy játszom, szórakozok, és Anker Alfonsz hagyatékát a 21. századnak is meg fogom őrizni. Tehát ez itt a célom. Mikor fogsz párosítani? Mikor szoktál? Általában március első két hete az az időpont, de volt, hogy április első hetében párosítottam. Láttam azt, hogy kiváló minőségű takarmányon látod el a kedvenceidet téli időszakban is. Miért? Azért, mert... ilyen kemény takarmányt. Hát nagyon idegtartásban vannak a galambjaim. Amikor lemegyek, 7 óra, 8 óra, 9, attól függ, hogy mikor van kedvem menni a galambjába, akkor kiengedem őket, és kizárom őket. Ez is egy szelekció, meg ilyen nehezebben tudnak párbálni, és amikor már szürkül, vagy beengedem őket, megetetem őket, akkor bezárom őket. Na most hát egy olyan állatot, amelyiket spártai kiképzésnek teszem ki, mint a ragadozó dolgozik rendesen, hát azt nem etethetem vízzel, vagy ocsúval. A másik pedig az, hogy ez nem egy csoda takarmány, kb. 45-50% jó minőségű kukorica. Az árpa is osztályon felüli, az árpa olyan 25-30%, és a többi napraforgó, pici repce, és gyömrön van egy ilyen terményes, és szerintem nagyon jó áron lehet kapni ilyen apró magos keveréket, ami borsó, repce, ciró, köle, stb. Van, és abból egy fándiba teszek bele. És amikor a galambot megfogom ilyen 2-3 naponként, kézbe veszem, és akkor azt mondom, hogy oké, ez jó nektek. Tehát én nem tudományosan csinálom. Megfogom az állatot, látom az állatom, hogy hófehér az orra, csattog, pattog. Azt hiszem, láttad, mi... Ebben az imankóban is. És láttam azt, hogy és előttük volt a fürdővíz is, igen, és örömmel fürödtek most is. Tehát én megkérdezem őket lehetőleg, hogy mire van szükségetek. Ja, beszélsz galambul? Egy kicsit. Ja, értem. Gyakorlom ezt a szakmát. Még egy kérdésem volna. A versenyről érkező galambjaidat diétást akarmányon szoktad fogadni? Nem. És miért nem? Mert a galamb szerintem a fáradtan jön hazát, annak ugyanúgy szükség van energiára. Eldönti ő, hogy neki mire van szüksége. Én nem véletlenül, hogy kérdeztem, mert korábbi interjúink kapcsán az egyik interjú alanyom úgy nyilatkozott, hogy diéta a betegnek való. Lehet, hogy igaza volt. Lehet, hogy igaza volt. Én nem tudom. Én mikor sportoltam, és hogyha a verseny végén, vagy a döntő végén nekem rántott levest adtak volna, lehet, hogy hajam is kihullott. Nem tudom, mert most olyan nehéz a nagy emberek után nyilatkozni, akik itt tudományosan szakmabeliek, és el tudják mondani, hogy hány százalék, hány ezredék, miből, hogy, stb. Én ezt így nem tudom megfogni. Én megnézem a galambot, megfogom a galambot, megpróbálok úgy viszonyulni, hogy az állat, amilyen állapotban van, és amit kíván, az időjárásnak megfelelően úgy etetem őket. Na most én természetes módszerrel galambászom. Ezt hozzá kell tenni, hogy én mindig természetes módszerrel galambászom. Tehát nem özvegysége. Soha nem özvegyeztem. Tehát az a galamb, amelyik két fiatalt nevel adott esetben, vagy egy nagy fiatalt nevel, vagy fészek rajt, vagy patog, annak nem adhatok diétást. Hát nem gondolod, hogy így 3 vagy 5 bőrt is le akarsz húzni? Nem. Róluk? Nem, mert a Terminátor... nagy elhíresült öreg galambom, ami 22 évesen pusztult el tavaly előtt. Kétszeres keleti champion, Budapest champion volt, és fantasztikus, 100%-os Anker hagyaték. 100%-os Anker hagyaték. Kapoen Aktje, Sőnek menne Dikezvate, Bol Santa, Pét Lükrész. Ez szerepelt a származási lapján. Azt hiszem, ezt mondhatom, hogy 100%-os Anker hagyaték. 94-ben, meg 92-es volt, úgy nyert keleti díjat Magdeburgból, hogy 2 fiatalt nevelt, 90x50x50-es fészek, benne egy polc, hajtotta fészekre a tojót, a szomszédját agyonverte, és Magdeburgból ő nyert a keleti díjat. Na most, hát ennek a galamba,
adni kell valamit, hogy bírja a strapát. Na de viszont ezeknek a galamboknak a leszármazottaiből valószínű, hogy születik jó galamb. Most a növényi zsírokon kívül állati zsíradékot szoktál-e valamilyen formában adni? Nem véletlenül, hogy kérdezem, mert korábbi időszakban, ha nem csal a memóriám, említetted, hogy a fagyút is alkalmazzák. Igen. És sor ezen te fel voltál, berzeket. Igen. Ellene. Megmondom miért, Feri bácsi. Mindig belepróbálom élni annak az embernek a bőrébe magam, mint amikor galambáztam és aktív dolgozó voltam. Hajnalban keltem, volt, hogy aznap haza se értem, mert fuvaroztam, és most tulajdonképpen, ha elkezdtem volna ilyen kemikáliákkal, meg ilyen tudományos módszerekkel tartani az állataimat, akkor megbolondultam volna, valószínű. Egyrészt nem is a szakmám, nem a szakterületem, nem értek hozzá. Ez azoknak való, akik értik a szakmát, akik nagy pénzt akarnak adott esetben nyerni, és a galambból még plusz még egy nagyobb teljesítményt akarnak elérni. De egy átlag ember ne kezdjen bele ezekbe a tudományos dolgokba, mert belebolondul egyrészt, másrészt nem lesz eredménye. Bízza a galambra. Tehát állati zsírokat, ha jól veszem, receptoraim, már nem szoktál. Nem, semmit. Biztosít. Ami a takarmányban benne van. És figyelembe veszel, hát kézbe veszel egy galambot, és mikor átjön egy-egy galambát, nagyon ritkán jönnek hozzám, de van egy sportbarátom, remélem hosszú távú lesz a kapcsolatunk, aki több száz galambot fog a kezébe, ezt úgy hívják, hogy Császár Lajos, fiatal ember, és hétfői nap volt itt nálam, leoltottuk a galambjaimat, és mondom, Lalikám, az a kérésem, abszolút szigorúan, részletesen, amit a kezedbe veszel galambot, mondd el a véleményed, mert ha a világbajnoki tesztelepen igazándiból sok galambot kézbe vesz, ugye, mert ő azt hiszem a dúz gondozója. Harmadik, negyedik alkalom, amikor kézbe vette a galambokat, hát azt mondja, hát itt olyan genetikai, olyan alapok vannak, hogy 10 dúzot el tudnál látni Zoli bátyám ezekben. Mikor vakcináztatok? Hétfőn. Abszolút nem látszik meg azért az állományon, hogy ez a közeli napokban vakcinázva lettek, tehát nem zuhantak össze, nem viselte meg őket. Milyen vakcinát használtatok? Ami elő van írva, tudni. Igen. Abban is különböző vélemények vannak. Én ezt a legegyszerűbbet, legjobban hozzáférhetőt. Mindig az arany középutat keresem, Feri bácsi. Ne akarjak én légtornász lenni, mikor 120 kiló vagyok. Van-e még valami, amit egy-két percen belül el tudnád mondani, vagy szeretnél elmondani? Jöttek-e visszajelzések feléd a korábban megrendezett fórummal kapcsolatosan? Igen. Akár pozitív, akár negatív. Hát ez néhány mondatban. 90%-a pozitív. Igen, visszajelzések jöttek. Ami engem lélekbe egy kicsikét úgy rosszul érintett, picit csalódtam magába a fórumnak a lefolyásába, de túlélem, semmi gond. És talán azt szeretném elérni addig, amíg még tudjuk csinálni ezt a fórumosdit, nevezzük így, hogy a fiataloknak tudjunk kedvet csinálni a galambászathoz. Mert viszont jelentkeztek fiatal emberek. Sőt, volt is nálam egy fiatal ember, 30-valány éves, most jön a második kis baba, talán már meg is született, és olyan alázattal beszélt velem, mint a gyerekem lett volna, és olyan, hogy mondjam, tisztelettel megígérte, hogy ő folytatni fogja ezt az ankeri hagyatékot, mert felajánlottam neki bizonyos dolgokat, hogy már az az egy dolog, ha más nem is, az megérte. Vagy a Pécsről, akik eljöttek galambászok, ők is egy olyan gesztust, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy nekem valaki szívességet tegyen. Csak azért, mert mit tudom, megkínálom egy kávéval, vagy esetleg eltölt nálam egy napot, vagy kap. De azért vannak még jó visszajelzések. És jött több olyan telefon, hogy várják a folytatást. Tehát inspirációt adott. Igen. Na most azt sajnálom, hogy akit szerettem volna még ebből belevonni, szakmailag,
mert egy olyan embernek kellene talán a takarmányról beszélni, vagy a genetikáról beszélni, aki ennek szakavatotja. Hogy azok az emberek sajnos nem társulnak ehhez a mutatványhoz. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok sikert az elképzelésre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Feri bácsi, és hát ha előbb nem, akkor február 26-án megyünk is. Igen. Csináljuk a... Tesszük a dolgunkat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.